Rilla a bolgárok szent helye, olyan, mint nekünk Pannonhalma, ahol a nemzeti múlt, az önazonosság és a hit összefonódik, ahol tapintható a múlt és a történelem, ahol megerősítést kap a jelen, és ahol közösen imádkozhatunk a jövőért. 150 fős magyar zarándok csoportot kísért kameránk a kolostorba, amely több szentet is adott a bolgár egyháznak, de egy kimagaslik közülük. Rillai Szent Iván, vagy ahogy mi magyarok ismerjük, Rillai Szent János. A bolgár-magyar barátság napján rá is emlékezünk. Valamikor a bolgárok és a magyarok egy törzsből származnak, és együtt jöttek keletről, de nem csak azért, hanem a bolgárok már a 14. századtal vándoroltak, mentek át Magyarországon, amikor a törökök elfoglaltak Bulgárián, 1300 és 14. században, hogy hívják, mentek Bulgáriába. Ez az első hullám, amikor a bolgárok találkoztak és települtek a Magyarországon. A második hullám az, amikor a nagy felkelések a 17. században, a ciprovi felkelés, akkor megint menekültek bolgárok Magyarországon. Később, hogy a 18. és 19. század már vége fele elkezdtek a bolgárok Magyarországon, mint kertészek menni, és az első világháború után már családosoktól maradtak, letelepültek Magyarországon. A mai világban meg a barátság, a vegyes házasságok, meg a hogy hívják, testvérvárosok kapcsolataiban sokan kerültek Magyarországon. A bolgár-magyar barátságnapját azért tartom fontosnak, mert ezzel a két nép szorosabb összefüggése, illetve szorosabb kapcsolatot tudunk ezzel teremteni, meg a másik az, hogy hagyomány, hogy a bolgárok idestova 400 éve már Magyarországon is megjelentek, és mint bolgár kertészek eljöttek, hogy jobb életük legyen. Mint ahogy tudjuk, 500 évig volt török uralom alatt, 1193-tól 1896-ig, és akkor indultak el a bolgár kertészek, indultak el Románia felé, Szerbia felé, és így jöttek Magyarországra. Történelmünk során sok-sok olyan emlék, sok-sok olyan együttműködés történt, ami mindenképp fontos és mindenképp kiemelendő. És ezek közül is talán Rilai Szent Ivánnak, Szent Jánosnak a története a harmadik Bélához köthető, és mindenképp fontos az már, mint az Erekjének a Magyarországra hozatala, és utána pedig visszaszállítása ide bolgár közösségnek, ortodox testvéreinknek. Ez mind-mind azt erősítette, hogy a két nemzet között elindult egy olyan kapcsolat, amely máig is tart. És ráadásul sok-sok párhuzam van a történelmünkben. Sokat szenvedtünk mi is a muszlim elnyomás alatt, sokat szenvedtünk mi is a kommunizmus alatt, és úgy látom, hogy az a megerősödés, ami most Bulgáriát is jellemzi, Magyarországot is jellemzi, az részben a történelmi gyökerekben leledzik és abba kapaszkodik, másrészt pedig a hitben, ami hatalmas nagy erőt és lehetőség adott mindannyiunknak. Zašto to se pokazuje da bratska obič? Jedno takovo prijateljstvo među dva naroda pokazuje prije svega jedna hrišćanska cennost, to je ljubavta. Če nad svega je ljubavta i obična. Виждаме, българският народ по традиция е православен, унгарският народ, католици, протестанти. Имаме различни виждания, много често сме се разминавали в исторически план, различни гледни точки, но това не ни пречи ние да сме приятели, ние да се обичаме и така да показваме и закона, който ни е оставил Исус Христос, обичайте се един друго. Защото всички сме чада Божи, всички сме произлезли от Адам. A bolgár barátság napja, tehát most ünnepeljük a mi kezdemény, a bolgár, magyarországi bolgár közösség kezdeményezésére fogadta el a két országgyűlés tavaly, de ez évezredekre visszanyúló barátság, vagy együttlét a két nemzetnek és népnek.
és olvastam egy tanulmányt, ahol azt mondták, hogy talán az lenne a helyes, ha nem is bolgár-magyar barátság, hanem bolgár-magyar testvériség napja lenne. Számtalan történelmi, most már genetikai kutatás van, ami a két népnek akár a testvériségét is tudja igazolni, de ugye mi a bolgár-magyar barátság napját fogadtuk el, abszolút az őskorból, napjainkban, az elmúlt évszázadok történelmi eseményei, közös történelmi viszonttagságai, megpróbáltatásai hasonló a két nép számára is, és végig baráti viszony kísért minket. Azért fontos nekünk a bolgár-magyar, vagyis magyar-bolgár barátság napja, mert tulajdonképpen a népeink nagyon sok pontnál kapcsolódtak így a történelem mentén. Mindenki tudja, hogy annak idején mi együtt éltünk, olyan törzsek voltunk, akik egy helyen éltünk, csak különböző helyekre mentünk, de a magyarországi bolgárok elintéztek, hogy megint együtt lehessünk, és Varga Szimeon kezdeményezte, hogy legyen egy magyar-bolgár barátság napja, mert a bolgárok mindig is jelen voltak a magyar történelemben, a magyarok a bolgár történelemben. A magyarországi bolgároknak nagyon fontos, hogy legyen ez a kapcsolódás a két nép között, és szerintem Magyarországnak is olyan a politikája, meg olyan a befogadása a bolgároknak Magyarországon, hogy ez nekünk érzelmileg nagyon-nagyon fontos. És nagyon örültünk, hogy mind a két parlament hozzájárult ahhoz, és úgy döntött, és erre szavazott, hogy legyen egy ilyen hivatalos nap. Nem sok ilyen van egyébként. Magyarországon, ha jól tudom, csak egy lengyel-magyar barátság napja van, és mi vagyunk a második ilyen eset, és nagyon remélem, hogy ez egy ilyen tradíció lesz, hogy ezekre a dolgokra így megemlékezzünk, és azokon keresztül tudjunk egy csomó kapcsolatot építeni, hogy egy rengeteg kulturális csereprogram jöhessen létre, a kommunikáció a két ország között sokkal jobb legyen. Ez szerintem nagyon fontos két nemzet között, aki Európában él. Tehát manapság fontos így a gyökerekre ránézve a jövőt fölépíteni. Az, hogy mi bolgárok Magyarországon élünk, és öntudatunkat, bolgárságunkat, hitünket megtarthatjuk, és gyakorolhatjuk, ez köszönhető a mindenkori magyar államnak, és elsősorban a magyar embereknek. Azért vagyunk itt együtt most a magyar barátainkkal, a magyar gyerekekkel és a mi gyerekeink, hogy lássák, hogy honnan indultunk, mi a hitünknek a lényege. Tulajdonképpen ez a Rilai Kolostor a bolgár pravoszláv egyháznak, és így a öntudatunknak, úgymond a körzőnek a hegye. Tehát ez egy szent hely, ahol 500 éven keresztül a legnehezebb időkben, a középkorban ez a kis völgy, ez a kis kolostor tartotta meg mindazokat, az ismérveket, a pravoszláv írást, a török hódoltság előtti bolgár történelmet itt vetették papírra, mindazok, akik itt szolgálták, azok most már ma már szentek, ezeket mi tiszteljük, és tanulni, és őket az ő emléküknek hódolva jöttünk, és járunk ide. Mindahogy látják, sokan vannak itt. Feltöltődni jöttünk, és ebben örülünk, hogy a magyar testvéreink és barátaink is velünk együtt tartanak, tulajdonképpen elmeséljük nekik a múltunkat, és ők befogadók ezzel. Значи връзката можем да я търсим още от времето на крал Бела III, който принася мощи на Свети Иван Рилски от София в Естергон. Нека се върнем малко назад. Свети Иван основава тук манастира, по-късно се отегля на покой,
umира недалеч од манастира, бива погребан во својата пештера Килија и покрасно можете му се откритење тлење. След това те са пренесени во Софија и когато Бела идва во Софија, взима заедно со всички трофеи, взима и мощности Иван Руски и ги отнася в катедралния храм на Естерон. Тогава епископът на Естерон някак си с насмешка поглежда на тези мощни и казва, кой е този светец? Какъв е той? При което той унемява. И когато с вяра, с благочестие се покрана пред светеца, той отново проговаря. По-късно светеца му се явява и му казва, че иска да бъде върнат там, откъдето е взет. Така че ето е връзката на унгарския народ. Свети Иван едно извечно време е пребивавал на унгарска земя. Нямаме сведения дали е вършил чудеса, но това, че е бил там, това, че се е случило това нещо с епископа, пак показва една връзка, че той също е благословил и унгарския народ. Така че пребиваването на неговите мощи, макар и за кратко в Унгария, са една благословия за за унгарския народ. Első alkalommal ünnepeljük itt Bulgáriában a Bulgár-Magyar Barátság napját. Az, hogy miért lesz igazán fontos, valószínűleg évtizedek múlva fog kiderülni. Azért fontos, mert lehetnek ilyen pillanatok, amikor a közösség tagjai, magyar barátainknak meg tudtuk szervezni ezt az utat, és itt lehetünk a Rilai Kolostornál, október 19-én Szent Iván Rilszky napján, amely Bulgária védőszentje, illetve számunkra is nagyon nagy feltöltődést és merítést jelenthet az, hogy itt tudunk lenni. Mindenképp fontosnak tartom azt, hogy Magyarországon élő 13 őshonos nemzetiség, akiknek az élete teljesen egybe forra magyarsággal, Magyarországnak jó állampolgárai Magyarországot szeretik, de mindemellett meg szeretik megőrizni anyanyelvüket, kultúrájukat és mindazt, amit évszázadokon keresztül őseik megtartottak. Ez óriási nagy szükség van arra, hogy iskolákban, kulturális intézményeikben és az egyházaikban is támogassuk őket. Most a legutóbbi nagyon nagy és komoly támogatás a kulturális intézménynek a felújítására. Első ütemben 80 millió forintos támogatást adtunk, amiből remélem, hogy az a közösség, amely egyébként közel egy évszázad a saját maga építkezéséből, saját maga erejéből, saját maga összefogásából teremtett egy csodálatos helyet, az most meg fog szépülni, meg fog újulni, és újabb évszázadra lehetőséget ad a magyarországi bolgároknak a megmaradásra. Nagyon megbecsülnek minket, úgy gondolom, mint bolgár nemzetiség Magyarországon, és ezt köszönjük szépen a magyaroknak, és úgy gondolom, hogy méltán tudjuk viselni a bolgár identitásunkat Magyarországon, tudjuk a kultúránkat ápolni, a nyelvünket, és ez köszönhető az állami támogatásnak, és annak, hogy elfogadnak minket, mint bolgár nemzetiség. Csak barátok mentén tudsz második hazára lelni, és megmaradni úgy bolgárként, hogy több mint egy évszázada vannak intézményeink Budapesten és Magyarországon, tehát egyesületünk, egyházunk és iskolánk, ez másképp nem működik, csak egy évezetekre visszanyúló barátság mentén. A Magyar Barátság nap azért fontos, hogy a hagyományokat meg tudunk őrizni, és szorosabb legyen a kapcsolatot két ország között. Eddig is nagyon sok összekötés volt a két ország között, és nagyon sok közös múltjunk volt, és most a mi dolgunk, hogy tovább vigyünk ezt a hagyományt, amit az ősítőn kaptunk, örököltünk inkább. 1972 óta a pécsi bolgár önkormányzat és a bolgárság egy olyan dolgot teremtett, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesített Pécs és Szliven városa. Ezzel egy időben megteremtődött a két város igen komoly kapcsolata, és a mai napig is tartjuk. Természetesen nem csak a testvérvárosi kapcsolatot, hanem a Pécs megyei jogú városnak a könyvtári kapcsolatát is biztosítottuk ezzel, úgyhogy minden évben kétszer májusban és október 28-án jövünk Bulgáriában delegáció véget. Delegációval.
Bolgár-magyar barátság azért nagyon fontos nekünk, mert én szigetszentmiklósi vagyok, és Szigetszentmiklóson élő bolgárok nagy része Holy Christ-ből, illetve Velikó-Törnovó járásból származik, és nagyon fontos a családoknak, hogy tartsák az anyaországgal kapcsolatukat. Cirill és Metód igazából a 800-as évek végén voltak Magyarországon, és ugye szerzetesek voltak, és igazából a szláv írásbeliség alapját ők tették le, tehát ők alapították a szláv írás rendszerét, és Zalaváron pedig, vagy hát Mózabudban, Mocsárvár környékén iskolát alapítottak. Meghívtunk olyan iskolákat, barátokat, mint a zalavári Szent Cirill és Metód iskola diákjait, a Halásztelki iskolát, ahol bolgár oktatás folyik, a budapesti bolgár iskola, és számtalan barátunk Felső Zsolcáról is, és együtt tudunk itt lenni, gyönyörű idő van, és holnapi nap pedig egy emléktáblát avattunk Szent Szófia templomban, a legrégebbi bolgár bazilika, ha lehet így mondani, bazilikán belül, és ez a bolgár közösség ajándéka lesz Bulgáriának, anyaországnak, és így is próbáljuk a fiataljainkat, gyerekeinket valamilyen kis kapocsokkal a óhazához, az őshazához kötni, hogy ilyen élményeket vigyenek vissza Magyarországra, mert nagyon nehéz második, harmadik generációs gyerekként Magyarországon születve megtartani a bolgár identitást, és az ilyen utak, az ilyen kezdeményezések és a Magyar-Bolgár Barátság napja is reményeim szerint ebben lehetőséget fog adni. Én gyermekkoromban is az alavári iskolának a tanulója voltam. Nálunk nagyon nagy hagyománya van Cirill és Metód emlékének a megőrzés, az emlék megőrzésének. Gyermekkoromban ez sokkal erőteljesebben jelen volt, tehát nagyon figyeltünk arra, hogy autentikusan népi hagyományokat megőrizve, előidézve, bolgár táncokkal, zenével, magyar népzenével, néptánccal emlékeztünk meg erről. Most is törekszünk erre, viszont mivel ugye a bolgár iskola nyelviskolává alakult, ők is hoznak műsorokat és hoznak vendégfellépőket, de kevesebb most már a tánc része a dolognak, viszont mi mindenképpen a magyar részről törekszünk arra, hogy a gyerekek tudják, hogy ki az, ki volt Cirill és Metód, mivel a falu életéhez, múltjához hozzátartoznak, és törekszünk arra, hogy igenis, mivel az iskola névadói is ezeket a hagyományokat őrizzük, és életben tartsuk a gyerekek körében, amennyire csak tudjuk, bár ugye a faluban bolgár ember nem él, de mi akkor is fontosnak tartjuk ezt. Az iskolánknak a névadója, és minden májusban az iskolába, a templomba és a Várszigeten megünnepeljük ezt. Én azt tudom róluk, hogy ők a szláv írásbeliség megteremtői, és valamennyi szláv nép védőszentnek nyilvánította őket. Fél évig éltek Zalaváron, és megalakították a szláv ABC-t. A zalavári Várszigeten, a Kisbalaton környékén találtak egy bizonyítékot, egy ilyen cserépdarabot, amin szláv írásjelek találhatóak. Nagyon kevés magyar ember tudja azt, hogy mennyi bolgár él esetleg már Magyarországon, illetve azért tartom fontosnak, mert azt tudnunk kell, hogy igenis Magyarországon is többféle nemzet él, és mivel nálunk pedig a múltunk része, ezért fontos lenne, hogy megismerjék, mindenki megismerje a faluban is ezt a múltat. Ez pedig már Szófia, Bulgária fővárosa. A Szent Szófia temploma Balkán-félsziget neves építészeti alkotása, műemléke, valamint a város névadó temploma, amely Délkelet-Európa egyik legjelentősebb ókeresztény műemléke. Itt kapott helyet a Bolgár-Magyar Barátság emléktáblája.
Az esemény rangját jól jelzi a magasrangú politikai és egyházi vezetők jelenléte mindkét ország részéről. A beszédek ugyan protokolláris, ám a kamera előtti nyilatkozatokból már érződik. A barátság élő a két nép között. A két nép között olyan szoros kapcsolatok kezdtek már Mária Terézia idejében is. Nagyon sok, ő ott az első, aki ott bizonyos jogok a bolgároknak, akik Magyarországon éltek, és hát a bolgárok Magyarországon vittek a zöldségtermelés, ezzel tulajdonképpen a két nép között nagyon szoros kapcsolat keletkezett, és hát egymás közötti barátságok születtek, és a mai napig a bolgárok nagyon, nagyon szeretik és tisztelik a magyarokat, és viszont a magyarok is ugyanúgy viszonyoznak, és ideig csak egy ilyen kapcsolatok, külön-külön kapcsolatok voltak a két nép között. Most már hivatalosan is megvan ez a barátság megünnepelve és törvényben rögzítve. A bolgárok és a magyarok mindig jó viszonyban voltak egymással, közösen küzdöttek hosszú időn keresztül a Mohamedán hódítás ellen, és magyar szabadsághősök is találtak menedéket Bulgáriában. Ugyanakkor a történelmi Magyarország is nagyon sok településén fogadott be bolgárokat, elég a Bánátra, a Krasovánokra gondolni, Óbesenyőre és Vingára, sőt a bolgár kertészek felvilágoztatták a magyarországi kertészkedés, zöldségtermesztés, tehát nagyon sok szál köt össze bennünket, sokkal több, mint amit átlagosan gondolnánk. Nagyon régen kezdődött a bolgár-magyar barátság, de ezzel, hogy ilyen elismerést elnyertük, ez nagyon sok munkába került, és ez, hogy kőbe van vésve. Egyszerűen ennyit tudok mondani, hogy ez a barátság most már kőbe van vésve, és hogy Magyarországon az Esztergomi Bazilikába tavaly lett elhelyezve, és hogy az idén itt Szófiába el tudjuk helyezni ugyanazt a táblát, szerintem ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és nagyon-nagyon jó érzés. В вопрос аз бях посланник на България в Унгария до миналата година. Работихме много с българската общност, с унгарските институции, за да могат да се вземат решенията за днешния ден, 19-ти всъщност, вчерашния ден, да бъде определен като ден на българо-унгарското приятелство. И, нали, разбирате, на мен душата ми е в Унгария. Много се радвам, че тези добри връзки и тези тържества между България и Унгария продължават. Това е нещо, което има традиция и което със сигурност ще продължи години наред. Ами, ако мога да го определя като възраждане на българо-унгарското приятелство, защото в исторически план, в дългите години и векове, български и унгарски народ много често са били брати по оръжие. Български и унгарски народ имат един общ родови происход, общ родови корен в далеката древност, но също така, и вече това, тук вече правя връзка с днешния празник, ние имаме една обща духовна близост, която е свързана с святата личност на свети Иван Рилски. Той е светец в историята и на българския и на унгарския народ. И по тази причина той стана патрона, той стана причината за приетото миналата година в Българското народно събрание и в унгарския парламент решение за обявяване на 19 октомври като ден на приятелство с българския и унгарския народ. И както вече казах, аз имах щастието тогава да бъда председател на групата за приятелство с унгарския народ в българския парламент и да финализирам няколко годишните усилия на колегите от двете страни за обявяването и приемането на такъв ден в двата парламента. По отношение на бъдещите перспективи, аз мисля, че перспективите са много добри. Аз мисля, че
ориентацията на двете правителства в посока на защита на националната ценностна система, в издигането на националните интереси над всичко останало, ние имаме обща цел, ние имаме обща база и общ мотив за сътрудничество, което съм сигурен, че ще се задълбочава както на правителствено, така на парламентарно, така и на обществено ниво. Nagy köszönet illeti a bolgár kormányt, a közösségi elnök, alelnök hivatalt is, hiszen nagyon sokat segítettek abban, viszont emléktáblát elhelyeztessük itt a templomban. Nagy köszönet illeti a Szófia főpolgármesterét, Fandakov asszonyt, aki közbenjárásával tényleg eljutottunk az engedélyekig, és eljutottunk odáig, hogy minden simán működjön. Nagy köszönet illeti a magyar nagykövetséget itt Bulgáriában, aki szintén képviselve a magyarországi bolgárok érdekét teljes merszélességgel odállt a magyarországi bolgárok kezdeményezése mellé, és segített abban, hogy az emléktáblát elhelyezhessünk. Én úgy gondolom, hogy ez az emléktábla egy, nem azt mondanám, hogy méltó kezdet, hiszen ez egy folytatás egy magyarországi kapcsolattal, amit, ahogy az elején mondtam, már kőbe van vésve, és ez a kőbevésett kapcsolat, eznek a jelentősége igazán most van, a mostani világban, hiszen Európa egy fenyegetettség előtt áll. Ez az összetartás, összetartozás, keresztény gyökerek, ez nagyon fontos megőrizni és ápolni, és büszke lehetek arra, hogy a bolgár közösség az Magyarországon, aki ennek a jelét már most képviseli, ideig is képviselte, és a jövőben is, mint barátság, mint híd fogja képviselni a két ország között, mindkét ország állampolgárait, mindkét országnak a szívében zárt kis hazát, ami én úgy gondolom, hogy egy történelmi eseményként örökre megmarad. Bulgaro-ungarското приятелство то не може да се опише с думи. Да, ние сме много щастливи, че може да се срещнем отново на българска земя, толкова топли чувства и се радвам, че от всички краища на Унгария, където има българска общност, те присъстват. Както и ние се стараем, нали, да сплотим нашите отношения, да бъдем винаги ръка за ръка. Ами, българо-унгарското приятелство, това са корени и традиции, които са създали в годините на Заре, и много от обичаите, които са и в нашите населени места, които са побратимени с населени места в Унгария, се предават, и тази обич и тази дружелюбност, която има такива празници, усещат в ритмите в населените места. Egy nagy megtiszteltetés az, hogy Európa egyik legrégibb keresztény templomában most már egy bolgár-magyar kétnyelvű emléktábla hívja fel a figyelmet a barátságunkra, Rilai Szent János napján, aki Bulgária védőszentje, és ugyanezen a napon nyílik meg egy olyan Hungarikum program, amely a főváros lakosai számára mutatja be nemzeti értékeinket, kiválóságainkat, a magyarság csúcs teljesítményeit. Én bízom abban, hogy sok bolgár ember számára jelent mindez majd maradandó élményt. Magyar-bolgár barátság most már, én úgy gondolom, hogy ez most már kőbe van vésve, hogy lehet mondani. Nagyon nagy elismerés és boldogsággal tölt el minket, magyarországi bolgárokat, hogy egy ilyen történelmi eseményen egy emléktáblát helyezhetünk el a Szófia legöregebb templomában, Sveta Szófia templom, több mint 1600 éves, egy bolgár emléktábla díszíti, amit a magyarországi bolgárok ajándékoztak Bulgáriának, az anyaországnak. Úgyhogy ez egy nagyon nagy boldogsággal tölti el a magyarországi bolgárokat, de én úgy gondolom, hogy az itteni élő bolgárokat is, akik kicsit kötőznek Magyarországhoz. Nagyon finom, de én azért bátran merem mondani, hogy ízletesek az öreglepben, abban több minden van. Gyurta sátor, kürtös kalács, népzené és néptánc bemutatók, magyaros ízek és kézműves látványműhelyek. Ez jelentette a Hungarikumok utcáját Szófia belvárosában a Bolgár-Magyar Barátság napján. Ez a középkori duda, amivel az erőbb hangoskodtam, és ezen kívül vannak még nálam középkori síp,
van lantom, ez meg tekerőlant, ami itt a kezemben van, hördi-gördi. Ezek igazándiból európai hangszereknek lehet nevezni, tehát Európában mindenhol használták, nyilván Bulgáriában is, ami az érdekessége, hogy ez középkori, tehát például a dudában, a pásztor duda az sokkal elterjedtebb, és hát tényleg egész kelet-nyugat-európában mindenhol egyforma. Ez viszont egy különlegesebb hangszer, ami most nálam van, ez tényleg csak a középkorra jellemző. Játszom egy zenekarban is, a Hollóének Hungarika nevű zenekarban, és játszunk, ugye azért Bulgáriában, ezen a környéken a páratlan ritmusok, a 7-8-ad, a 11-8-ad is gyakoriak, és mi nagyon szeretjük, nem vagyok benne biztos, most ezennel megkérdezném, ez a Stó, Mihe, Milo, Milo, Hé, Drágo, ez nem bulgár? De bulgár. Igen, tehát ezt is nagyon szeretjük, és ezt is játszuk. Ilyen szempontból már közel vannak egymáshoz, hogy a mai korban az internet lévő már minden elérhető, és játszhatjuk egymást zenéjét, és nagyon örömmel jöttem ide, hogy ilyen környezetben, ahol ilyen zenéket játszanak. És hát hozzuk mi meg otthonról természetesen a miénket, a magyar muzsikát. Magyarországról, Kisújszállásról, a Nagyapföldről jöttünk. A Városi Nyugdíjas Klubnak a tagjai vagyunk, és az ottani népművészetet mutatjuk be, a süteményeket, vercsipkét, hímzéseket, úgy, mint szűrhímzés, kunsági hímzés. Ezzel a témával jelentünk itt meg, és szeretnénk magunkat bemutatni. Két ország között élénk kereskedelmi forgalom van, ez érvényes az agrárkereskedelemre is, hiszen Magyarország jelentős mennyiségű élelmiszert és takarmányt exportál, takarmánynövényeket exportál Bulgáriába, ugyanakkor hozunk is be innen. Arra számítok, hogy az elkövetkező időszakban az együttműködésünk az erősödni fog, és erről tárgyaltam miniszter kollégámmal is, hiszen szeretnénk, hogy a kereskedelmi forgalom mellett a közelgő bolgár elnökség idején az Európai Unió közös agrárpolitikája vonatkozásában is együtt dolgozzunk. Hát a bolgárokról végeredményben annyit tudunk, hogy a tengerpartra nagyon szeretnek a magyarok jönni, és hát Várnába is, meg Burgaszra is, Neszebárba nagyon sokan megfordulnak a magyarok közül, és mindenki kellemes emlékekkel tér haza. Én így emlékszem a bolgárokra. Meg hát a bolgár kertészet Magyarországon a háború előtt is, és a háború után is végső soron az öntözéses zöldségtermesztést a bolgár kertészek valósították meg Magyarországon, én úgy tudom. Éve vagyok itt Haszkovóba, a férjem egy bolgár fiú, gyerekszerelem, 30 éve tart, szinte ismerjük egymást. Miskolcon laktunk, Szirmabesenyőben laktunk, igen, borsori gyerek vagyok. Aztán egyszer azt mondta a férjem, hogy nem akar tovább maradni, és akkor eljöttünk Bulgáriába, hogy egybe legyen a család. Jó itt, jó, szeretek itt lenni, igen, elfogadom, hogy ez van. Nagyon jó a gyerekek szempontjából. Jó a sport, az iskola, tetszik nekünk itt, igen. Hajrá, Miskolc! Mi
még sosem voltunk itt, és azért vannak közöttünk olyan gyerekek, hát hoztunk magunkkal olyan gyerekeket, akik nagyon el sem hagyják még a megye határát sem, tehát ez most egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy eljöhessenek. Én magam általában a nyugati Európa, Nyugat-Európa felé szoktam utazni, így ez most nagyon jó lehetőség volt, hogy egy kicsit ezt a balkáni részt is megismerjük, és hát gyönyörű szép minden, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Számunkra mindig is fontos volt a bolgár-magyar barátság számunkra, azok számára, akik ebben az esetben magamról tudok beszélni, kettős állampolgár vagyok. Én egy kicsit magyarnak, egy kicsit bolgárnak érzem magamat. Második, bár én Magyarországon születtem, de második hazámat, Bulgáriát abszolút elfogadom hazámnak. Ismerem a kultúráját, szeretem a bolgárokat, és nagy öröm számomra, hogyha apám szülő házába, szülő országába megérkezhetek, vagy eljöhetek. És különösen egy ilyen nagyon kellemes csoporttal ezen a napon. Ma van a Magyar-Bolgár Barátság napja. Magyarországról 3 autóbusz érkezett a mai napon. Most épp itt vagyunk a Rilai Kolostorba. Egy olyan ember számára, aki nem volt itt, én nem tartozom ebbe a kategóriába, én nagyon sokszor jártam itt, de mindig szívesen jövök ide-vissza. Másodszor itt vagyok, és ez számomra hihetetlen, nem, ez nem lehet elérni, ez nagy dolog, nagy megnyugtatás, belenéz az ember a módba, és teljesen más világ, mint a hétköznapi lent a városba. Nagyon szép teljesítmény is, és nyitottak az emberek, nyugodtak, és béke van az ember a saját magával. Itt megtalál a béke, az egyensúly. Én másodjára vagyok itt, de úgy, mint zarándok, ez a mai nap egy tulajdonképpen egy zarándok nap, így még nem voltam, így még nem láttam ezt a kolostort. Nagyon felemelő érzés, hogy teli vannak emberekkel, és hogy sikerül nekünk itt lenni, ez egy külön hála a részemről, hogy ezt így meg tudták szervezni. Hát én bolgár vagyok, bolgár-magyar vagyok, mert Bulgáriában születtem, és tulajdonképpen én nagyon régóta már Magyarországon is élek, úgyhogy azt szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon jó érzés ezen a napon itt lenni, amikor nem csak Bulgáriában, meg külföldre is jönnek ezen a napon megünnepelni, megtisztelni az alapítója ennek a kolostornak. Mit jelent ma bolgárnak lenni? Büszke vagyok arra, hogy bolgár lehetek, bolgár és magyar lehetek, de nekünk külföldön élő bolgárok számára nagyon fontos, hogy megőrizzük bolgárságunkat, odafigyeljünk arra, hogy az a maroknyi kevés bolgár, aki Magyarországon él, úgy éljen, mintha itt élne Bulgáriában. Magyarországi bolgárként nagyon jó érzés itt lenni Bulgáriában. Nekem személy szerint még nagyobb érzés. Nekem a nagypapám nem polikrástei, hanem a makedon határ mellől származik, és nagyon közel vagyunk az ő szülőföldjéhez, és ez számomra egy nagyon nagy érzés. Másodszor vagyok itt Rillába, Kolostorba, és mindig is megfog az itteni kisugárzó kereszténység. Katolikus kereszténként is erőt ad az itteni imádság, az ének, azoknak az embereknek a jelenléte, akik most itt vannak. Legyenek azok egyébként magyarországi fiatalok és magyarországi idősebb bulgár nemzetiséghez tartozó emberek. És hát persze az az üzenet, amit tulajdonképp mindannyiunknak erőt adhat, hogy közel 500 év megszállás után, török megszállás után a bolgár nemzet megmaradt, az nagymértékben köszönhető az egyháznak, nagymértékben köszönhető azoknak az embereknek, akik továbbvitték a keresztény hitet, és én biztos vagyok benne, hogy a mostani megmaradásunk is Európában, egyébként a tárgyalásaink erről is szóltak az elmúlt napban, az összeköthető a kereszténységnek a megmaradásával. Ha keresztények maradunk, leszünk, ha elveszítjük kereszténységünket, akkor Európa teljes mértékben átalakul és teljesen más lesz.